Műsorunk utolsó részében bemutatjuk a Kosztolányi Dezső gimnáziumot, amely nemrég nyerte el az Ökoiskola címet. Azt szeretném kérni, hogy most mindenki egy picit összedugja a fejét, és megnézi, hogy mi az, amit kapott. A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés is téma volt a hetedikesek egyik foglalkozásán a Kosztolányi Dezső gimnáziumban. Arról beszéltünk, hogy az elem az veszélyes hulladék, mert 1000 liter vizet tud megszennyezni, és ezért külön kellene gyűjteni, iskolákban és háztartásokban is. A diákoknak az volt a feladatuk, hogy a mindennapi életből hozzanak példákat, hol vigyáznak a környezetre és hol nem. Miután kidolgozták a témákat, társaiknak előadásokat tartottak. Egy picit jellemezt, hogy hogyan tudunk mi otthon takarékoskodni, hogyan tudjuk a környezetünket kevésbé szennyezni. Otthon például az elektromosságnál arra figyelhetünk, hogy energiatakarékosak legyünk, hogy amikor fel van kapcsolva a villany, de nem használjuk azt a szobát, akkor kapcsoljuk le a villanyt. A Kosztolányi Dezső gimnáziumban nem csak beszélnek a környezetvédelemről, tesznek is érte. A gyerekek energiajárőr csapatokat alkottak, és azt figyelték, melyik teremben ég feleslegesen a villany. Már a tanév elején szelektív hulladékgyűjtőket állítottak fel, azóta külön edénybe dobják a műanyagot, a papírt és a kupakokat. A jó példa ragadós. Sokan már otthon is válogatva gyűjtik az újra hasznosítható anyagokat. Van, amikor a kukás jön, amikor rendes hulladékot viszi, van, amikor a szelektív hulladékot viszi, van, amikor a zöld hulladékot, szóval így külön kell gyűjteni, és úgy tudja elvinni. Az iskolában a környezetvédelem mellett fontosnak tartják az egészséges életmódra nevelést is. Kerékpártúrákat, táborokat szerveznek, emellett minden évben futballmaratont hirdetnek. Idén megszakítás nélkül 2016 percig fociztak a tanárok és a diákok. Január 28 és 29-én egy olyan program volt az intézményünkben, amely a végzős diákok és a tanárok között alakuló foci meccs volt, ez teremfoci. Ez már a 19. alkalom, jövőre jubilálunk, amikor a tanárok és a diákok megszakítás nélkül fociznak. 2016 percet. Ez a 2016 perces foci még annyiból is volt izgalmas, hogy hát ezt most a diákok nyerték, de remélem, hogy a jubilámot a 20-asta tanáraink fogják megnyerni. A gimnázium nemrég elnyerte az Ökoiskola címet is. Ezt az elismerést azok az intézmények vehetik át, amelyek pedagógiai programjukban megjelenítik a fenntartható fejlődést, kiemelten foglalkoznak a környezeti neveléssel, és jó kapcsolatot ápolnak a civil szervezetekkel. Talán a legfontosabb, hogy az iskolai élet egészére igaz a fenntarthatóságban való gondolkodás, illetve a környezettudatos nevelés középpontba állítása. Ez egyrészt az iskola helyi tantervében megjelenik. Az iskola éves programjai kapcsolódnak ehhez, vagy tartalmaznak ilyeneket. Az iskola szervezeti és működési rendje igazodik ehhez, illetve a tanárok, szülők bevonásával is arra próbálja rávenni az intézmény az ott tanuló diákokat, hogy a jövőért, a környezettudatos viselkedésért, a fenntarthatóságért elkötelezett felnőttként kerüljenek ki. A szakemberek szerint a környezettudatosságra nevelést célszerű minél fiatalabb korban elkezdeni. Ezért indították el a Zöld Óvoda programot, amelynek ma már országos hálózata van. A kisgyerekeket minél kisebb korban, így 3 éves kortól ebbe az irányba is terelni, és ezeket a lehetőségeket megmutatni, felhívni a figyelmüket a földünket fenyegető veszélyekre, problémákra. És aztán természetesen ennek a folytatása következik általános iskolában és középiskolában. A köznevelésről szóló törvény tartalmazza magának a fenntartható fejlődésnek az elvét. Az idei ökoiskola pályázatokat legkésőbb szeptember 30-áig nyújthatják be az intézmények. Az értékelést egy bizottság végzi, az elismerő okleveleket várhatóan decemberben adják át.